nem pörök itt tovább. Igazából nem tudom, hogy van-e olyan roller felhasználó közvetek, aki motorozik is mellette. Ebben a videóban egy picit az elektromos rollerek vezetés technikájáról szeretnék beszélni. Azért, mert némi hasonlóságot véltem felfedezni motoros és a rolleres közlekedés során. Itt, hogy láttátok, hogy mentem körbe-körbe, aki erősen figyelt, észrevehette, hogy nem a kerék elé néztem, hanem oda néztem, amikor úgy szeretnék menni. Ugye alapvetően, ha autóval mész, akkor is ez a szituáció van, mert ott már megszoktuk, meg ott nem kell egy csomó minden másra figyelni, mint a roller és motor esetében. A másik, ami nagyon fontos, hogy itt van ez a roller, ami összecsukható, és itt van benne ez a kormány szerkezet. Alapvetően, hogyha te ezzel mész, akkor ugyanazt csináltam én, legalábbis az elején, mint a motorral, hogy bikából kapaszkodtam a kormányba, szorítottam, mint az állat, mert azt gondoltam, hogy ha bármi történik, fékeznem kell, nem tudom, mit gondoltam, akkor majd itt ebbe kapaszkodok, és akkor jó lesz, megoldja magát a szituáció, de nem. A kormány a roller esetében is ugyanaz, mint a motor, arra szolgál, hogy kezeld a szerveket, és irányítsd a motort, nem arra, hogy téged megtartson. Amit én ez alatt a 600 km alatt tapasztalatot szereztem és elsajtottam, az a következő. A két ujjamat a féken pihentetem, és mintha így megcsipnék valamit, így megcsipem a kormányt, és így fogom. Miután bekapcsolt a tempomat, nyilván amíg a gázkarral szórakozom, addig nem szorítom, de ugyanúgy rendesen rajta van a markolaton, és akkor nyomom a gázkart, de alapvetően a kormányban nem kapaszkodok, ezen csak pihentetem a kezemet, és csak a kezelőszerveket kezelem meg, navigálom a járgányt. Amivel tartanod kell magad, az gyakorlatilag a lábaid és a törzsed a rolleren. Hiszen, hogyha az történik, hogy a rollerbe kapaszkodsz a kormányba, mintha az életed múlna rajta, minden elindulásnál lebegni fogsz a rollered után, húzod hátra a kormányt, nyírni fogja a szerkezetet. Minden fékezésnél tehénkedsz a kormányra, ami előre tolja, és a másik irányba nyírja a szerkezetet, előbb-utóbb szét fog kopni, akár el fog törni, tönkre fog menni. Alapvetően a korábbi modelleknél, a Pro 2-nél, meg az előtte lévőknél jellemző hiba volt ez, hogy kotyog a kormány, recseg, ropog, akár el is törik. Képzeljétek el, hogy ebben körülbelül fele annyi volt, mint most kilométerből, most van benne 700 valamennyi, akkor mondjuk legyen 350-400, és mentem, és észrevettem, hogy basszus, valami zörög a kormányon, és megfigyeltem, hogy ahogy fékeztem, meg gyorsultam, ugye így rángattam, és hát valamilyen szinten ott az anyagok egy picit összekoptak. Az előző videómban, ami a karbantartásról szólt, itt eléritek, említettem, hogy kinyitod ezt a zárszerkezetet, itt van egy csavar, hogy tudod ezt megoldani, hogyha nem ment tönkre. Lesz majd erről egy részletesebb videó is, erről az egész zárszerkezetről, de nézzétek meg, amire az előbb mutattam, mert abban van egy kis segítség, hogyha esetleg nektek is ilyesmi van kialakulóban. Az egésznek a tanulsága az az, hogy a kormánytól nem várunk semmilyen stabilitási megoldás, tényleg csak annyit, hogy irányítsuk vele a rollert, meg kezeljük a kezelőszerveket. Ami nagyon fontos, hogy a rollerrel úgy közlekedsz, hogy behajtod magad, és alapvetően a lábaddal és a törzseddel tartod magad egyensúlyban és stabilan. Tehát, hogyha fékezek, akkor picit hátrább húzom magam, és úgy fékezek. Hogyha gyorsulok, akkor pedig ráállok, nem a kormányban kapaszkodom, csak előre viszem a testsúlyomat, hogy ne tudjon kimenni alólam a roller, és akkor a kormánnyal lebegjek utána. És ezzel el tudod azt érni, egyrészt, hogy nem nyírod a kormányodat, mert súlytalanítod gyakorlatilag, másrészt pedig, amikor tegyük fel, fékezel, és picit úgy fékezel, hogy hátrébb van a súlyod, hogy ne a kormányra tehénkedj, hanem alapból hátrébb viszed, és meg tudod akkor tartani magadat, akkor az történik, hogy több súly jut a hátsó kerékre is. Az én rollerem az úgy működik, hogy amikor fékezek, akkor először az agymotor visszatöltésre kezd el fékezni, és utána csatlakozik be a hátsó kerék. De hogyha én fékezésnél előre dőlök, minden súlyom az első keréken van, és le is blokkoltam a hátsó kereket, semmit nem fog lassítani. Viszont egy picit hátrébb van a testsúlyod, mert az előbb elmondott okok miatt, akkor sokkal nagyobb fékhatást tudsz elérni. Szóval ez egy nagyon fontos vezetés technikai szempont gyakorlatilag, hogy a kormányt az tényleg csak irányításra használd, és a súlyodat nehezen tartsad. Mindjárt itt most mutatni fogok a következő snittekben elindulást és fékezést is.
ennyi az egész. Ha ezt betartjátok, akkor gyakorlatilag tudjátok kimenni a rollereteket. És ugye egy nagyon fontos dolog még a kétkerekűekkel való közlekedés során, hogy alapvetően ez nem egy autó, nem tudsz krumpliként viselkedni, hogy beülsz az ülésbe, és akkor majd így minden rendben lesz, hanem aktívan részt kell venni a vezetésükben, előre kell gondolkodni, és itt egy nagyon fontos dolog még, amiről szerettem volna beszélni, hogy az előbb, amit mondtam a videó elején, hogy oda nézel, ahova mész, sok esetben azért nem működik, mert para van attól, hogy nehogy rámenj valami csúszósra, kavicsosra, homokosra, ezért azt nézed, hogy mire fogsz rámenni konkrétan, amikor fordulsz. El kell sajátítani azt a képességet, illetve rutinná kell tenni azt, hogy megpróbálsz picit más szempontból előre nézni, mint amikor autóval mész, próbálsz felmérni azt, hogy milyen az útburkolat felülete, állapota, van-e rajta szennyeződés, és ha már eleve így közelíted meg, akkor arra már nem kell az adott pillanatban, amikor át is mész rajta, koncentrálod, energiát belefektetned, hogy ténylegesen milyen, hiszen már előtte lehet, hogy 100 méterrel vagy 50 méterrel te ezt tudatosítottad magadba, és tényleg csak arra kell figyelned, hogy az általad kiválasztott úton, ahova nézel, oda menjél. Szerintem ezzel nagyon sok balesetet el lehet kerülni. Igazából nagyjából ennyit szerettem volna mondani a vezetéstechnika részéről, ezek az én tapasztalataim. Írjátok meg, hogy mit gondoltok ezekről a gondolatokról, tényleg kíváncsi vagyok rá. Írjátok meg, hogy ti, hogy használjátok a rollereteket, esetleg milyen bevált praktikáitok vannak. Szívesen csinálok ezekről is egy videót, hogyha mondtok tök jó vezetéstechnikai dolgokat. És iratkozzatok fel, hogyha hasznosnak találtátok. Találkozunk a következő videóban. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!